Nyílik az ajtó, érkezik a helyi járatos busz a szekszárdi Zöldkert utcába. Itt található az első már elkészült, teljesen felújított megálló. A régi már elhasználódott szerkezetet újra cserélték, de nem csak itt, a megyeiugó város több részén is hasonló munkák kezdődnek a napokban. Összesen 11 busz megállóról van szó, és hát a 11-nél különböző formákban különböző feladatokat kell elvégezni. A 11-ből 5-höz alépítményt is kell kiépíteni, és a 11-ből egy az csere, ahol most itt vagyunk a Zöldkert utcai végállomáson. További 6 helyszínen pedig a buszmegállók előtti betonfelületet is újra cserélik a szakemberek. A munkálatokra 15 millió forintot költ az önkormányzat. A pénz legnagyobb részét, több mint 12 millió forintot a Paksi Atomerőmű térségfejlesztési alapítványától egy pályázaton nyerte a város. Arra szeretnék én kérni mindenkit, ha az eddig meglévők és a most elkészült buszmegállókra is nagyon vigyázzunk, ne firkáljuk össze, tapasztaljuk, hogy üvegtörések, stb. Azért a vandalizmusból adódóan, de hát most létrehozzuk ezeket az értékeket, ami bennünket szolgál, vigyázzunk rá, ne firkáljuk össze. A munkálatokkal a tervek szerint néhány héten belül végeznek a szakemberek.